A Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia feljutást kiharcoló női kosárlabda csapatát és szakvezetőit köszöntötte a Városházán Cserpakovics András polgármester. Az együttes a 2023-24-es bajnoki szezonban a női amatőr bajnokságban elért második helyével kivívta, hogy majd két évtized után újra első osztályú A-csoportos kosárlabda csapata legyen Székesfehérvárnak. Történet megérdemelte azt, hogy ennek a szereplőit, a főszereplőit köszöntsük itt a Városházán. Ugye pár héttel ezelőtt zárult az a bajnoki idény, ahol remekül szerepelt a DKK női csapata, és ezzel a szerepléssel kivívta azt a lehetőséget, hogy az első osztályba szerepeljen már a következő bajnoki szezontól, tehát a legjobbak között, ahol tudjuk, hogy egy nagyon erős bajnokság a magyar, és azt is tudjuk, olyanok több szereplője az Euróligába is kiemelkedő tud időről időre alkotni. Tehát nagyon nagy dolog, hogy ott lesz most egy hölgyekből álló csapatunk, és egy ilyen csapatnak is most már első osztályú csapatként lehet majd szurkolni ebben a városban. Matus Gábor a klub ügyvezetője számára is megerősítés jelent, hogy a csapat immár megérett arra, hogy az egykori legendák Voksai Zsuzsa, Kalesdorferné, Major Magdolna méltó utódaiként mutassák meg tudásukat a legmagasabb szinten. Igazából ugyanaz az érzés tulajdonképpen ez is, mint amikor az ember játékosként bajnoki címet nyer. Itt is ugye ez a lányoknak a feljutása, a fiúknak a zöldcsoportos bajnoki címe, ezek ugyanolyan élményt adnak az embernek, mint annak idején játékosként. Most ugyanezt az ember átélte sportvezetőként, és ugye tulajdonképpen mi az akadémián mindig is valahol a győzelmeket is várjuk, nem csak a gyerekek utánpótlásába való kinövését vagy felnövését. Az együttes kulcsjátékosa Laufer Gabriella az akadémián nevelkedett, hogy aztán a Beacnál és Cegléden szerezzen A-csoportos tapasztalatot, mielőtt az elmúlt évben hazatért, és vezérletével sikerült elérni a hőn átított célt, a legmagasabb osztályban való megmérettetést. Egy akadémiánál úgy gondolom, hogy mindig az a fő cél, hogy elkezdjünk építkezni a hazai nevelésű játékosokból elsősorban, és nyilván fiatalok vagyunk, nagyon nagy a cél. És nekem személy szerint meg remélem, hogy az akadémiának, városnak is az a cél, hogy nyilván eljussunk egy olyan szintre, mint Sopron, de ehhez nyilván nagyon sok idő és munka kell. A hangulatos találkozón Cserpakovics András vezetésével a játékosok és a vezetők megismerkedhettek a város, illetve a Városháza történetével, betekintést nyerhettek a veretes múltba, illetve a polgármester bensőséges hangulatú irodájában is látogatást tehettek.